Tisztelt házigazdák, tisztelt képviselő úr, polgármester úr, alpolgármester úr, elnök úr, tisztelt barrendi tagok, hölgyeim és uraim, kedves halasiak, kedves vendégek! A halasi borudvar megnyitóján tisztelettel köszöntöm a borász szakma jeles képviselőit, az önkormányzati vezetőket, a borkedvelőket és a magyar konyhaművészet elkötelezett rajongóit. Köszönöm, hogy meghívtak az ország legnagyobb borvidékének rangos ünnepére, amely immáron 7. alkalommal nyitja meg kapuit. Megtiszteltetés, hogy én is beléphetek a halasi borudvar káprázatos világába, ahol a testet, lelket felüdítik a finom ételek és italok, a színes programok. A kunsági borvidék a fehérbor kedvelők mekkája. Nem véletlen, hogy Hamvas Béla, a Bor filozófiája című művének borkatalógusa a kunsági borokkal kezdődik. Az előkelő első helyen kielemzett homoki borokról így ír Hamvas Béla. A legjobb új borok közé tartozik. Azzal, hogy korcsmabor, nincs szándékom lebecsülni. Sőt, a korcsma civilizációnknak egyik legfontosabb intézménye, sokkal fontosabb, mint például a parlament. Az egyik helyen a sebeket osztják, a másik helyen gyógyítják. A homoki az egyszerűbb életsebek gyógybora. Nekem elhihetik, hogy csak igazság van ezekben a sorokban. Azért is jöttem örömmel önökhöz, hogy a kiváló nedüket pósztolva egy kicsit az én testem és lelkem is felüdüljön a parlamenti csatározások után. Kiváló minőségű zamatos magyar bor gyógyír. Nem csak ember, de a magyar gazdaság számára is. A kunsági, a csongrádi és a hajósbajai borvidéket magába foglaló Duna borvidék régióban olyan közkedvelt fajták honosak, mint a cserszegi fűszeres, az aranysárfehér, az alagyöngye, kunleány, a kövidinka, az ezerjó, olasz rizling, rizling szilváni, vagy a kék borszólót közül a kék tronkos. A hazai szőlész borász szakma olyan szellemi tőkével rendelkezik, amely megfelelő programok és támogatási rendszer mellett kedvező jogszabályi környezetben képes a vidék gazdaságának legjavát kihozni a jó pincék ideális klímájához hasonlóan. Ezt szolgálják minisztériumunk intézkedései is. A szőlőültetvények szerkezet átalakításának és átállításának támogatása, a borászati beruházások, valamint a melléktermék lepárlás támogatása, vagy a borászati termékek népszerűsítésének támogatása harmadik országok piacain. De ugyanígy a szőlő borágazatot segíti az adminisztrációs terhek csökkentése, az új hegyközségi törvény, valamint a sűrítményből készített, olcsón beszerezhető gyümölcsborok visszaszorítása a piacokon. Minisztériumunk intézkedései a támogatásokat és az ágazatot érintő jogszabályokat nyomon követhetik a borászat.kormány.hu internetes oldalon is. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! A halasi borudval méltó módon égeteti a borkultúrát, történelmi borvidékeink műveltségét, a hazai és a határon túli magyar szőlészborász szakma évszázados hagyományait, mesterségbeli tudását. A színes programok éppen úgy aranyozzák be a mai ünnepet, mint Hamvas Béla sorai az évszázados kunsági borkultúrát. A homoki bor zenét kíván, a magányt nem bírja, vonzó ereje valami kedves látság. Asztrális jellegük egyszerű, ha az ember homoki bort iszik, egészen apró csillagszemcsékkel telik meg, és ezek a szemecskék az ember vérében táncolnak, mint a megelevenedett tejút. A halasi bornapok a Város Napja rendezvénysorozat égisz alatt zajlik. Kiskunhalas címében ott a hal, ami a bőség és a jólét szimbóluma. Tekintsük biztató jelnek a szőlészborász ágazat jövőjére nézve, hogy a város címerén 3 halat is láthatunk. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Miként a kunsági bor a mindennapok bora, kívánom, hogy a jólét, a gyarapodás is legyen a mindennapok kísérője Kiskunhalason, az Alföldön, Magyarországon
az egész Kárpát-medencében. A rendezvényt ezendel ünnepélyesen megnyitom. Köszönöm, hogy meghallgattak.